folyamatban a kiadatás, akár életfogytig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik a múlt heti nyíregyházi gyilkosság feltételezett elkövetőjét. Virágzik a munkaerőkölcsönzés, nem csak az állás nélküliek keresik fel a közvetítő irodákat, hanem azok is, akik váltani szeretnének. Távfőfejlesztési munkálatok, 130 millió forintból bővítette a nyíregyházi szolgáltató, a rendszerhez csatlakozott két iskola, a múzeum és a levéltár is. Akár életfogytig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik a múlt heti nyíregyházi gyilkosság feltételezett elkövetőjét. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A körözött román férfi kiadatása jelenleg is folyamatban van, mivel Kolozsváron fogták el, mondta el kérdésünkre Toma Attila, a nyíregyházi törvényszék sajtószóvivője. Ebben a nyíregyházi családi házban adott le lövéseket a gyanú szerint egy román állampolgárságú férfi augusztus 31-én délután. Az egyik áldozat egy 40 éves nő a helyszínen életét vesztette, 46 éves férjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A gyors felderítésnek köszönhetően a nyíregyházi járásbíróság már másnap kiadta az európai elfogató parancsot a feltételezett tettes ellen, akit a román rendőrség még csütörtök délután elfogott. A körözött férfit egy viszonylag friss, 2012-es törvény szerint az elkövetett bűncselekmény alapján kötelező kiadni az Európai Uniós tagországokon belül. Ha kiadják, már pedig tudomásom szerint kötelező ilyen esetben kiadni, és tudomásom szerint a Kolozsvári Bíróság rendelkezett is a kiadásról, egy fellebbezési eljárás még folyamatban van. Tehát ha a kiadatás megtörténik, akkor majd a magyar jogszabályok szerinti általános szabályok szerint majd a nyomozási bíró fog dönteni a gyanúsított előzetes letartóztatásáról. Ugyanúgy, mint hogyha ez egy magyarországi tettes lenne, és nem lett volna közben ez a kiadatási eljárás. Annyi speciális szabály még van, hogy a kiadatási őrizetben töltött időt, tehát majd, ha valamikor kiszab egy bíróság egy ítéletet, azt ugyanúgy be kell számolni a büntetés tartamába. Ha a nyomozás során bebizonyítják a vádakat, igen súlyos bűncselekménynek tekinthető lesz az ügy, közölte Toma Attila, a nyíregyházi törvényszék szóvivője. Hozzátette, a gyilkosságért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető az elkövető, a minősített emberölés büntetési tétele azonban 10 évtől 20 évig, vagy akár életfogytig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ez a nyomozás feladata lesz, de az eddigi információk alapján felmerülhet az előre kitervelt elkövetési mód. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban van a másik áldozat, de akár a több emberen elkövetett emberölés büntette, vagy a több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés is szóba kerülhet. Tehát ezek olyan minősítő körülmények, ez a három, amit elsoroltam, amelyből már egy is megalapozza ezt a legsúlyosabb szankció alkalmazását. Hát ha ebből több is megáll, akkor nyilván ez egy további súlyosító körülmény az ügyben. Információink szerint a bűncselekmény másik áldozatát, a 46 éves férfit jelenleg is a nyíregyházi Józsa András oktatókórházban kezelik. Virágzik a munkaerőkölcsönzés. A nagyobb cégek, ha nem találnak szakmunkást, akkor kölcsönöznek. Vannak, akik akár egy évig is ugyanott maradnak, ha jó bért kapnak. Egyébként nem csak az állás nélküliek keresik fel a közvetítő irodákat, hanem azok is, akik váltani szeretnének. Naponta 20-30 álláskereső tér be ehhez a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó céghez. Vannak, akik tesztírásra jöttek, ugyanis az iroda a munkavállalók előszűrését, alkalmasságát is megvizsgálja, ha kérik. A napjainkban begyűrűző munkaerőhiány mostanra nem csak az ország nyugati felében jellemző, hanem a keleti régióban működő nagyobb multik is keresnek munkavállalót. Ezekkel a vállalatokkal napi kapcsolatban áll ez az iroda. Míg korábban inkább szezonális munkára kerestek munkásokat, addig mostanra a munkaerő pótlására közvetítenek ki betanított és szakképzett munkaerőt is. A LEGO Manufacturing Kft. Nevét említeném meg, mint az egyik legnagyobb partnerünk, és a régióban a legnagyobb is. Itt heti rendszerességgel jönnek igények, 10 főtől akár 100 fős igényekig is akár. Ezt szerencsére azonnal tudjuk teljesíteni. Ez annak köszönhető, hogy kiterjedt kapcsolatrendszerünk van, és elég
tágas adatbázisunk, akikben a jelentkezőket és a regisztráltakat folyamatosan aktualizáljuk, felvesszük velük a kapcsolatot, érdeklődünk és próbálunk nekik segíteni. Betanított munkásokat különböző gyártó és feldolgozó cégek keresnek. Az országos hálózatban működő iroda munkavállalói adatbázisában egyébként több százezren vannak. Az ügyfeleik között nem csak álláskeresők, pályakezdők találhatók, hanem olyan munkavállalók is, akik a jobb bérfejében szívesen váltanak munkahelyet. Egyébként a cégek törekednek arra, hogy minél hosszabb időre vegyék fel a dolgozókat. Általában határozott idejű szerződéseket kötünk, viszont az összes olyan munkavállalót, aki szeretne ott dolgozni, és aki alkalmasnak bizonyul arra a bizonyos területre munkára, mindig hosszú távú munkalehetőségekkel tudjuk támogatni. Tavaly a kölcsönzött munkaerő 19%-át át is vették a cégek saját állományba, ez mondható el a munkaerő közvetítő iroda országos statisztikája alapján. A szakképzett munkaerő mobilizálására is vállalkoznak. Bővült a távfűtéses intézmények köre Nyíregyházán. A helyi távfőszolgáltató 130 millió forint értékben fejlesztette a megyeszékhely belvárosában, így a rendszerhez csatlakozott két iskola, a múzeum és a levéltár is. A beruházással a város távfőellátó rendszerének, valamint az erőművi berendezések kapacitás kihasználtsága is nő, ezzel együtt csökken az üvegház hatású gázkibocsátás. A fejlesztés folyamatosan nyílt távhőnél, az elmúlt években több helyen is kicserélték az elavult csöveket. Idén itt a Besenyei és Benczúr téren voltak jelentős munkálatok, mára már szinte nyoma sincs a vezeték építésnek. A fejlesztő beruházás lezárult, így bővülhetett a távfűtéses intézmények köre Nyíregyházán, a Vasvári Pál és a Kölcsei Ferenc gimnázium mellett a Józsa András Múzeum és a megyei levéltár is távhős lett. A projekt záró rendezvényén a Vasvári Pál gimnáziumban Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a fejlesztés előfeltétele volt két másik pályázatuknak. Az egyik az, amelyet öt intézményre adtunk be, három középiskola, egyik a Vasvári, két általános iskola energetikai felújítására, amit szeretnénk jövőre megkezdeni, jövő nyáron, nyilván a nyári szünidő alatt. A másik pedig a Besenyei és a Benczúr tér, a két park felújítása, amire a zöld, úgynevezett zöld város keretében adtunk be a pályázatot. Ugye annak is előfeltétele az, hogy a föld alatti vezetékrendszer rendben legyen. Ezért is volt fontos, és ezért is volt így ütemezve, hogy ezt most a nyáron, nyár végéig a nyílt távfő elvégezze. A beruházással a város távhőellátó rendszerének, valamint az erőművi berendezések kapacitás kihasználtsága is nő, így pedig csökken az üvegház hatású gázkibocsátás. Ez a beruházás, ez egy környezetbarát belváros eredmény, ez azt jelenti, hogy károsanyag kibocsátás nincs, tehát a korábbi széndioxid kibocsátás itt megszűnik, amint mögöttem kémények látszik megszűnnek, itt távfűtési hőközpont kerül kialakításra, jó megtérülési idővel, és a legfontosabb még egyszer a környezetvédelem. Illetőleg az nyilván, hogy ezzel a beruházással a távfűtési rendszer hatásfoka is javul, hiszen nő a fogyasztói állomány. A 130 millió forintos beruházás aranyírtávhő lehetővé tette, hogy a közeljövőben az érkerti és további belvárosi intézmények is rákapcsolódjanak a környezetbarát távhős rendszerre. Ismét baleset történt a 38-as számú főúton Tiszanagyfalu közelében. Egy éles kanyarban egy fiatalember elvesztette uralmát az autója fölött, az út baloldali szalagkorlátjának ütközött, onnan visszacsapódott, majd felborult. A 20 éves férfit súlyos sérülés gyanújával szállították kórházba, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Véget ért a 15. jubileumi Vidor Fesztivál Nyíregyházán. A díjazottakról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Több mint 5000-en látogatta ki a nyíregyházi repülőtérre vasárnap, ahol műrepülő bemutató, kötelékrepülés, helikopteres bemutató és ejtőernyősök szórakoztatták a közönséget. Két ezüstérmet és egy bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői a tűzfegyveres országos bajnokságon.
Véget ért a 15. jubileumi Vidor Fesztivál szombaton Nyíregyházán. A Makkároly vezette 6-fős zsűri 12 díjat ítélt oda a résztvevő társulatoknak. A legjobb nagyszínpadi előadás díját és a Fidelio külön díját a Víg Színház Kvartett című vígjátéka kapta. Az életmű díjat idén Józsa Imre érdemelte ki. A fesztivál utolsó versenynapján érkezett a díjnyertes vígjáték. A közönség Spiró György Kvartett című komédiáját láthatta a Víg Színház művészeinek előadásában, Marton László rendezésében. A történetben a rendszerváltozás idején játszódó mű panelházas párjához különös vendég érkezik Amerikából, aki azt állítja, hogy a családfő az öreg mentette meg az életét 1956-ban. A vendég, aki szeretné meghálálni az évtizedekkel ezelőtt kapott segítséget, Kern András, az öreg szerepét pedig Hegedűs D. Géza alakítja. A mi darabunk megrendítve szól arról a kommunikáció képtelen helyzetről, amiben gyakran találja az ember magát, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk meg egymást, nem is vagyunk kíváncsiak egymás véleményére. Mindenki mondja a maga rögeszmét, a maga monológiát, monologizál, és hárít, pedig én nagyon mélyen hiszek a párbeszédben és a kommunikációban, ami nagyon nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy-egy helyzet, vagy egy-egy folyamat elindításában, vagy egy-egy helyzet megoldásában. A feleség szerepében Börcsök Enikőt láthatja a nagy érdemű, lányukat a Víg Színház ifjú tehetsége Péter Kata játsza. Könyvelő nőt játszom, tulajdonképpen valószínűleg első generációs értelmiségi. Ebben a családban egyke. A szülei nem örülnek, hogy lány, főleg az apja, fiút vártak volna, az ugye hasznosabb, hogy annak van értelme. Tehát egy nőnek van egy felnőtt. Felnőtt, egy tínédzser. A lányom, és tulajdonképpen annyit lehet még tudni, hogy a válás után egy erős idegösszeomlást kapott, de ahogy az anyja mondja, ki van kezelve, van lakása, meg autója, vagy nem, autója nincs, van lakása, állása, úgyhogy jó parti. A nyertesek között Szente Vajk a legjobb rendezésért járó díjat kapja a Szőke Ciklon című vígjátékért. A 15. Vidor Fesztivál életműdíjasa Józsa Imre. A legjobb férfi főszereplő Szervét Tibor, a női pedig Hernádi Judit lett. Nagy Viktort a legjobb férfi epizód alakításért díjazták. Az elismeréseket a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a művészek a saját társulatuk színházában vehetik majd át. Több mint 5000-en látogattak ki a nyíregyházi repülőtérre vasárnap, ahol műrepülő bemutatók, kötelékrepülés, helikopteres bemutató, ejtőernyősök és vitorlázó repülők szórakoztatták a közönséget. A látogatók emellett számos géptípust kipróbálhattak a repülőnapon, a bátrabbak pedig megnézhették a várost madártávlatból is. Ezek a mobiltelefonos felvételek Nyíregyháza fölött készültek egy An-2-es típusú géppilóta fülkéjéből. A repülőnapra látogatók a kétfedeles gép mellett kipróbálhatták a Piper és a Cessna repülőgépeket is, valamint láthattak többek között ejtőernyősöket és helikopteres bemutatót is. Ez a önkormányzatra az 5. repülőnapunk volt, és az időjárás kegyes volt hozzánk, és nagyon sokan kilátogattak, szerintem több mint 5000-en voltak a repülőnapon. Szerintem egy tartalmas repülőnapot sikerült összeállítani, és reméljük, hogy balesetmentesen fogjuk zárni a sétarepüléssel. A repülőnap vendége volt Verez Zoltán műrepülő, aki délelőtt és délután is egy-egy bemutatóval várta a közönséget. Az Európa-bajnok pilóta a szárnyakon érkezett a megyeszékhelyre, majd repülővel távozott a következő bemutató helyszínére. Budapest környékéről jöttem, és egy speciális produkcióval készültem, hiszen én itt tanultam meg repülni Nyíregyházán, úgyhogy most idehoztam vissza azt a tudást, amit itt megszereztem, legalábbis részét. Úgyhogy nagyon nagy kedvel jöttem, és szívdobogva tényleg, és amit itt látott a közönség, az egy érzés volt, ami felőlem van a nyíregyháziaknak. A Földön mindeközben egész nap játszóházzal, ugrálóvárral, repülőmodell kiállítással, IASZ versennyel és katasztrófavédelmi bemutatóval várták a legfiatalabbakat.
Két ezüstérmet és egy bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői a tűzfegyveres országos bajnokságon. A szabad pisztoly 60 lövéses számában az ifjúságiak mezőnyében Agárdi Vilmos és az Agárdi Vareha kis összetételű csapat a dobogó második fokára állhatott fel. A kisöblű sportpuska 60 lövéses fekvő számában a pataki vékony pál összetételű ifjúsági lánycsapat a harmadik helyen végzett. Péntektől vasárnapig Nyíregyháza adott otthont a sportlövők 50 méteres tűzfegyveres országos bajnokságának. A versenyen 15 egyesület képviseletében több mint 300-an álltak, illetve feküdtek lőállásba. A legnagyobb érdeklődés a kisöblű szabadpuska 60 lövéses fekvőszámát kísérte, amelyben két riói olimpikon, Szabján Norbert és Pényi István párharcát várták a szakemberek. Végül az UTE 19 esztendős ifjúsági olimpiai bajnoka szerezte meg az aranyérmet a kieséses rendszerű döntőben. Nem tartom azt igazságosnak, hogy elveszik az alapversenynek az eredményét, mert például most is az alapversenyben már két kör előnyt szereztem a második helyhez képest, amivel ugye azért sokkal előnyösebb lenne a döntőbe indulni. A döntő az lényegesen kevesebb lövés, tehát és az első 8 lövés után már kiesik az első, a legutolsó versenyző. Ezért, hogyha valakinek az elején bejön egy hiba, akkor kieshet a döntőből, és itt egy kicsit a szerencse, vagy nem is az, hogy kicsit egy jobb, nagyobb faktort vesz része be a döntő versenyzésben, ami meg nem feltétlenül előnyös ugye a jobb lövők számára. A szövetség alelnöke a Tokióban 1964-ben olimpiai aranya szerző, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett Hammer László szerint fontos, hogy minél szélesebb legyen a sportág utánpótlás bázisa. A sportlő szövetségnek feladata és célkitűzése az, hogy az utánpótlás korosztályt följebb hozza létszámban. Minőségben én azt mondom, hogy nagyon jó a minőség az utánpótlásunknak, inkább a létszámban kéne följebb fejlődni, és ezzel egy ilyen iskolába kijáró programot szerveznénk, egy tehetségkutató programot, lövészszakköröket, ami lövészszakkörökkel közelebb lehetne csalogatni légfegyverrel elsősorban először a gyerekeket a lövészethez, és aztán utána hát kezdenék a légfegyvert versenyszinten űzni, és utána a 22-essel lőni. Az országos bajnokságon 3 érmet nyertek a nyíregyházi versenyzők. A szabadpisztoly 60 lövéses számában az ifjúságiak mezőnyében Agárdi Vilmos és az Agárdi Vareha kis összetételű csapat ezüstérmet szerzett. A kisöblű sportpuska 60 lövéses fekvőszámában a Pataki Klaudia vékony orsolya Pál Panna összetételű trió a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az elmúlt egy évhez hasonlóan a jövőben is segíti egy szponzorautó Hellebrand Máté felkészülését. A kétszeres olimpikon gyalogló szombaton 10 kilométeren az első helyen végzett a Superliga döntőjében. A hétvégén pedig a csapatbajnokság fináliában zárja a szezont Pokrovenszky József tanítványa. Versenyekre, edzőtáborokba, edzésekre utazott az elmúlt egy évben egy használatra kapott gépkocsival Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen riói olimpikonja. A Brazíliában egyéni csúcsot elérő atléta továbbra is számíthat támogatójára, akivel egyelőre fél évvel hosszabbították meg az együttműködési megállapodást. Természetesen elégedettek vagyunk az eredményeivel is, és az emberi tulajdonságaival is, mert ez alatt az egy év alatt ismertük meg igazán Mátét, és egy nagyon remek, szerény, csendes és nagyon jóra való fiatalembert ismertünk meg benne. Az elmúlt hétvégén Budapesten rendezték meg a Superliga döntőjét, amelyen számunként a legjobb 8 hazai atléta állhatott rajthoz. Hellebrand Máté a papírformának megfelelően magabiztosan nyert 10 kilométeres gyaloglásban. Nekünk idén ugye az olimpia volt a főverseny, ez meg rá 2-3 hétre volt ez a verseny. Az olimpiáról betegen jöttem haza, illetve a sok utazástól nem is nagyon tudtunk erre a versenyre készülni, de a helyezés volt a fő cél, sikerült megnyernem, így elégedett vagyok, viszont az idő a kicsit lehetett volna jobb is, de mivel nagyon meleg volt, illetve a pálya sem volt a legjobb, ezért ez a 41 perc, 36 másodperc, ez így a körülmény ez képest jónak mondható. A nyíregyházi gyalogló a hétvégén Székesfehérváron a csapatbajnoki döntőben verseny az idén utoljára. Aztán pihenő következik, majd Pokrovenszky József tanítványa elkezdi a felkészülést a jövő évi londoni világbajnokságra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Akár életfogytig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik a múlt heti nyíregyházi gyilkosság feltételezett elkövetőjét. A körözött román férfi kiadatása jelenleg is folyamatban van, mivel Kolozsváron fogták el. Virágzik a munkaerőkölcsönzés. A nagyobb cégek, ha nem találnak szakmunkást, akkor kölcsönöznek. Vannak, akik akár egy évig is ugyanott maradnak, ha jó bért kapnak. Egyébként nem csak az állás nélküliek keresik fel a közvetítő irodákat, hanem azok is, akik váltani szeretnének. Bővült a távfűtéses intézmények köre Nyíregyházán. A helyi távfőszolgáltató 130 millió forint értékben fejlesztett a megyeszékhely belvárosában. Így a rendszerhez csatlakozott két iskola, a múzeum és a levéltár is. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 5-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért, addig is böngészszék honlapunkat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már javul az idő, kedden napközben elhagyja térségünket az a magassági hideg légörvény, ami a mai csapadékos, hűvös időt okozta, és mögötte szárazabb, ismét meleg légtömegek áramlanak fölénk. Éjjel borult lesz az ég, további esőzápor várható, a változó irányú szél mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lesz az ég, és kisebb esőzápor is előfordulhat, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Az északi szél megélénkül, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban visszatér a nyár, túlnyomóan napos időre van kilátás, kevés fátyol, illetve gomoly felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, nyáriasan meleg időben lesz részünk, a maximum hőmérséklet 28 fok körül alakul. A lassan beköszöntő őszre utal Lőrinc napja, ez a szabadban fürdés utolsó napja, a lőrinces dinnye, körte már nem igazán ízes. Ezen a napon az időjárás is fordul, ha viszont szép idő van, hosszú lesz az ősz.